hasita a Jégkorong csapat az Ebel Liga rájátszásában, miután a hat közé kerülés alapcélját már teljesítették, de nem álltak le, sőt három győzelem, idegenbe például 7-1 az Ázburg ellen, utána jött két vereség ugyan, de hétvégétől újabb kör. Nézzük a volán kilátásait a Kevin Primo mellett dolgozó énekes Lajos edzővel. Jó reggel, Szerusz Lajos! Jó reggelt kívánok! Erre mondják talán, hogy miután ugye a hat közé jutás volt a bajnokság előtt a cél, evés közben megjött az étvágy, de mekkora ez az étvágy innentől kezdve? Mert hát az így. étvágy kitartott a rájátszásra is. Így van, így van, így van. Az étvágy az továbbra is nagy, illetve nagy maradt. Ez, hogy bejutottunk az a alapszakaszba, az első hatba, én úgy gondolom, hogy a, a nehezebb részt ebben letudtuk. Jóval egyszerűbb volt így ott maradni a, a playoffra, mint most a második ötből felkerülni. Én úgy látom, hogy hatalmas harc folyik, és lehet, hogy lesznek meglepetések abban az alakzatban, de hát ebben perpján foglalkozzanak ők mi most már egy kényelmesebb helyzetbe vagyunk, de, de azt gondolom, hogy mint minden sportolónak a cél az, hogy a lehető legtöbbet hozza ki abból a, a helyzetből, és ez a most kényelmesebb tűn. helyzet, hogy sikerült egyenesbe ott lenni a hatba, ez eredményezte azt, hogy abban játszik a csapat azóta? Én azt gondolom, hogy igen, van ebben szerepe ennek is, de avval együtt, hogy összekavácsolódott a társaság, és azt gondolom, hogy a öt év alatt, mióta ott vagyunk, azóta az egyik legerősebb brigáddal dolgozunk ebben a szezonban. Jól sikerült, a, a jól sikerült igazolások vannak, sorösszetételek, avval együtt, hogy vannak sérülteink, a csapat mégis működőképes, a fiatalok is tudnak hozzátenni, tehát egy kicsit olyan egységesebbek is vagyunk, mind a mellett, hogy jó az állomány. Az egyik legerősebb brigáddal dolgoztok ebben a szezonban, vagy a legerősebb idáig az ebben? Hát ezt így, ha két csapat így össze tudnám érni az erejét, akkor azt mondom, hogy szerintem, szerintem ez per a legerősebb, de mondom, ehhez az is hozzátartozik, hogy azok az emberek, akik voltak régebben, illetve vannak ma, egy, egy kicsit még többet tudnak mutatni, illetve még több minden ragadt rájuk többet tanultak, profitáltak ebből. Ezáltal is erősebb a társaság, nem csak azért, mert jók voltak az igazolások. E, Sofron is most már mindenképpen a négy közé várja a csapatot, de azt mondta, hogy még a döntő sem elképzelhetetlen szerinted? Ezt én is így gondolom, igazából megmutattuk, hogy minden csapatot meg tudunk venni. Egyedül a Lince-el vannak problémáink még, de ez ez belefér abba az elképzelésbe, hogy esetleg döntőt játszunk. A cél egyértelműen az, hogy minél tovább jussunk. Ha majdnem mindenkit meg tudunk verni, egy csapatot nem eddig a szezonban, ez azt jelenti, hogy, hogy képesek vagyunk rá, és hát a playoff az mindig egy kicsit más, más, más kérdés, más világ, az mindig nehezebb, összeszedettebb, de erre már készen lesz a társaság fejben fizikálisan mindenhogy. Én azt hiszem, hogy egy kis szerencsével és avval a harci szellemmel küzdeni tudással, amit eddig is mutattak a fiúk, igen, nem elképzelhetetlen. Miért a a mumus? Miért a a mumus? Hát ebben a szezonban én azt gondolom, hogy sok mindenkinek mumus a linc, nagyon erős a játékos állományuk is, és hát csapatként is fantasztikusan tudnak produkálni. Én azt gondolom, hogy egy jó taktikával, jó játékkal rukkoltak ki ebbe a ligába, amit nagyon egységesen játszanak, nehéz velük tartani a lépést. Miután volt itt egy kellemetlen vereség, is itthon a medves csak ellen, az ágrábiak ellen, ezek után adódik a kérdés, hogy most, amikor jönnek szépen ennek az ötmesnek a visszavágói, akkor mi az elsődleges cél itthon, semmiképpen sem kikapni? Ez így van, ez, ez a középszakasz előtt már alapbe ez volt a célunk, hogy itthon ne vesszünk pontokat, mérkőzéseket. Majdnem sikerült eddig egyszer miért kikaptunk. Majdnem. Hát itt ez a Zágrábi mérkőzés miatt már megnéztettünk. Ez miért történt? Én azt hiszem azon a meccsen ők egy kicsivel jobbak voltak, Jó játszottunk, igazából szégyenkezni valunk nincs, amiatt a mérkőzés miatt. Én azt hiszem, hogy ez így belefért ebbe a, belefér ebbe a sportákba, hogy néha egy, egy kicsivel valamivel jobban másik, vagy erőben, vagy koncentrációban, vagy úgy jön ki neki a lépés esetleg szerencsésebb. Azt hiszem, hogy ezen a meccsen ők valamivel többet tudtak mutatni, ezzel vitték el a pontjainkat. Nevel együtt egy nagyon jó harcos mérkőzés volt, aminek kapcsán nem nagyon ért senkit bántalmazás medzői részről, mert, mert mindenki megpróbálta a maximumot mutatni ott is. Lajos, számolgassunk, gondolom ti is számolgattok, nem? Számolgattunk. Most van öt meccs, hogyan számolgattok ti? Mi úgy számogatunk mindig, hogy a maximumot hozzuk ki, abból, amit lehet. Igazából a, az alapcél az az volt, hogy a rájátszásba bekerüljön a csapat, ez már megvan. Most, ha már... Ez már olyan messze van mögöttetek, hogy már nem is látjátok. <hállt> így van, így van, de ezzel együtt per az a cél, hogy a lehető legjobb pozícióból fussunk neki a playoffnak, ami, hát amit nehéz eldönteni, hogy mi lesz a legjobb pozíció, mivel az ellenfelek, illetve a sorrend nem biztos, hogy azt mutatja, hogy ki ellen a legjobb nekünk játszani. Aki kimegy, az ki lehet, jó, igaz? Így van. Uh -huh. Na jó, de hát itt már nem lehet úgy számolgatni, hogy akkor kikerülgessük szóval. Nem, ez, ez nem úgy számolunk, hogy próbáljunk meg minél előbb végezni itt a középszakaszban, ezáltal az eredmények, az elért eredmények által a legkedvezőbb pozícióba, tehát az elért eredmények által talán a hozzánk mérten leggyengébb. Hát azért az időző jeles, ez a gyengébb olyan csapattal összekerülni, akik ellen. Esetleg több esélyünk lehet. A Melyik Bérokban. lesz a kulcsmecs a, a következő ötből? Melyik lesz a? Kulcsmecs. Uh -huh. Ami a legtöbb múlik majd szerintem. Hát sok múlik. A hazai mérkőzések egyértelműen az nagyon, hat, igen, az nagyon fontosak, van, igen. illetve a jubionában, hogy mit fogunk tudni mutatni. Én azt gondolom, mm. a hazaiak, illetve ez a jubiona mérkőzés lesz az, ami, ami, ami sokat nyomhat a labba. Na most, bármi is a vége innentől kezdve, ez a, az eddigi teljesítmény, ez hogy úgy mondjam, magasabb elvárásokat fog ébreszteni már jövőre is igaz? A lépegetés jegyében. Én azt gondolom, hogy igen, avval együtt, akik ezeket az elvárásokat támasztják, azért józan észre gondolkodva mindenki tudja, hogy ebben a ligában közel semmi szaladunk a legfényesebb körülmények között, de de azt hiszem, hogy ahhoz mértem mindenki próbálja a maximumot nyújtani, illetve hát elég bravúros teljesítményt kell nyújtani a háttér munkában is, illetve azoknak az embereknek, akik erre is meg tudják teremteni a lehetőséget, hogyha megnézzük, hogy a jesenice éppen hol tart, aki azon gondolkodtak, hogy egyetembe tudják-e fejezni ezt a szezon, nem álltak fényes helyen, avval együtt csak különböző segítségekkel tudtak talpon maradni. Nekünk az elsődleges, én azt gondolom, hogy az, miután ez a háttér biztosítva van, hogy jövőre tartsuk ezt a szintet, egyértelműen próbáljuk meg ezt tartani, illetve amennyiben tudunk, lehetőségünk lesz rá, akkor még egy kicsit előrébb sorolni. De Most ne már marad a Kevin Primővel megegyezett a klub, tehát jövőre is. Hát akkor ugyanezt, ugy, ugy, ugyanez a társaság tud tervezni, de ne szaladjunk ennyire előre, hajrá a hétvégéhez, és hajrá még ez a következő öt meccshez, hogy minél jobb pozícióból várjátok a folytatást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Köszönöm.